Sziasztok, kezdődik az adás. Ismét késéssel. A hülye Facebook nem engedte, hogy elindítsam a... Most meg összehurkolódott a mikrofon. Na, amíg összegyűlünk, addig ezt kihurkolom, és elmondom, hogy ugye a Facebook nem engedte, hogy elindítsam az eseményből az élőadást valamiért. Úgyhogy addig nyomogattam, amíg sikerült valahogy elindítanom. Köszi Facebook ismét. A nagy semmit. Na, kezdjük. Ki lesz az első kommentelő? Hoztam egy sapkát is, de egyébként nem kell, mert annyira nincs. Azt gondoltam, hogy ide fog teljesen sütni a nap, de be kellett bújnom megint ide a szélvédett részre. Itt látjátok mögöttem a... Látszanak már a virágok szépen így elhelyezgetve? Látjátok? És nem tudom, hogy otthon már sötét van, valószínűleg igen. Eredetileg azt terveztem, hogy a kedvenc síkos pólomban leszek, de hát baromira fúj a szél megint, úgyhogy felső is van rajta, most én sportosan lazán. Várjatok, az első, Takács Erzsébet, szia, te vagy az első. Kezdhetjük a kérdéseket. Amikor feltettem az eseményt, akkor ugye a posztba írtam, hogy tegyetek fel kérdéseket, és akkor azt ma megválaszolom, de hát olyan megnéztem, de nem ilyen kérdésekre számítottam, hogy miért Spanyolország, miért vagyok egyedül, mit tudom én, ezeket már mind megválaszoltam. Akinek ilyen kérdései vannak, azok nézzék vissza. Hát legrosszabb esetben a 10 éves évfordulóról készült videót, mellettük mikori az április 16-ai pénteki videót. Abban mindent elmondok, hogy hogy jöttem ki, mi a foglalkozásom, mit csináltam. Most meg az óra szorult rá a kezemre. Néha az óra így lötyög a kezemben, most meg teljesen rá van szorulva. Problémák, állandóan a problémák. Kezdjük a kérdéseket. Júlia Kádár, hello, milyen idő van ott? Most mondtam, hát ez kész vagyok. Egyrészt most mondtam el, másrészt meg mögöttem láthatod. Mondjuk, tessék az égbolt is. Kék, nincs egy darab felhő sem. Én most nem fogok semmit mondani. Jöhetnek a kérdések. Ha nem kérdeztek semmit, akkor csak nézzük egymást. Készültem egy piros sapkával, tehát látjátok a szemüveget is direkt ilyen, tehát ehhez illeszkedjen, és készültem egy sapkával. Gondoltam, mivel minden piros, akkor ez az egyetlen piros baseball sapkám van. Az van ráírva, hogy Royal Air Force Red Arrows. Ez az a, ugye általában minden ország légiereinek van egy olyan százada, ahol akik ilyen ugye műrepülést, ilyen díszbemutatókat csinálnak, és ez a királyi légierőnek az a, nagyon jó, még így is egész jó. Ez a királyi légierőnek az a százada, amelyik ugye ezeket a légi bemutatókon ilyen így jobb. Lehetek, mert meg a papír kilóg. Atyaisten, nem tudom, hogy felvenni. Talán így lesz a legjobb. Így teljesen hülyének nézek ki. Tudom. Gál Kati, Forma 1 lettél. Miért? Ez Forma 1-es sapkának néz ki? Hisztál? Persze. Nem, pont, hogy fogytam. Kezdődik a hülyeség. Hisztál? Hát, ez kész. De ez olyan, mint hogy... De ugye nem ez a kérdés. Na, gyorsan tegyetek fel olyan kérdéseket, ami megválaszolható, mert különben egy óra hosszán keresztül fogjuk csak nézni egymást. Élő adás. Jó vagy. Ennyi a kérdés. Valami komplexebbre gondoltam. Na jó, beszéljünk valami komplexebbről. Valaki megkérdezte, talán ez az egyetlen hasznos kérdés volt a posztban, hogy mi a véleményem az izraeli palesztin konfliktusról. Ezek most megint lövik egymás szanaszéjjel. Hát ugye szoktam ilyen külpolitikai műsort is csinálni, és akkor ebben benne van, most látom, hogy a napszemüvegben tükröződik, hogy a kamera állvány egy virág alá tétnek a egy világ alá tétem van a kamera állvány. Ez itt mellette, ez pedig a töltő. Ezt már mutattam nektek, hogy vettem egy ilyet. Ugye ez egy napelemes töltő. Tehát ez úgy néz ki, hogy ezt itt ki lehet nyitni. És
És ha kihagyom a napon, akkor ez feltölti magát, utána meg feltölti a telefonomat. Ez ilyen túlélési vészhelyzeti dolog, hogyha egyszer valami, egyszer mégis csak lesz hajóm, akkor tudok tölteni telefont a hajón nappal. Tehát a gázai izraeli konfliktus. Ugye nagyon röviden akkor válaszoltam erre, hogy én annyira nem foglalkozom ezzel, mert tök felesleges. Tehát azok úgyis mindig lövik egymást valamiért, hogy éppen most miért, az mellékes. A lényeg az, hogy lőhessék egymást. Ilyen egészen szürreális ez a dolog egyébként, mert ugye a palesztinek most éppen ugye a Hamas, az hát talán így jól emlékszem, így legutóbbi információk szerint már 1750 rakétát lőtt ki. De azért szoktam rá. Bocsánat. Én ezen azért szoktam röhögni, mert miatt tudok képzelni, hogy valaki, tehát nem egy 1750 rakétát, de 1750 golyót lő ki, mondjuk egy puskából, vagy valamiből. Úristen, valami elkezdett gágogni. Ó, megtámadtak a... Hát ezek a hülyék itt vitorláznak fölöttem. Nézzétek csak. Hát nem, elmentek. Egy rajsirály megtámadott, és itt ilyen belehápogtak a műsorban. Szóval valaki kilő 1750 golyót, még így... Ti nem halljátok, milyen hangokat adnak ide? Ilyen hangot. Tehát ha valaki kilő 1750 golyót, akkor még véletlenül is eltalál valamit, de ezek semmit. Tehát kilőttek 1750 elképesztő mennyiségű rakétát. Persze meghalt, én mit tudom én már, ilyen 70-80 ember meghalt ugye palesztin oldalon, az ő oldalukon többen, és talán valami 4-5-6 izraeli civil. Ez mind sajnálatos, tehát egyetlen ember halála is nagyon rossz. De annyira értelmetlennek látom ezt az egészet. Tehát ha most háborúznak, akkor ez egy iszonyat szerencsétlen arány. Tehát kilőni 1750 rakétát és nem találni el semmit, annak sok értelme nincs. Hogy miért robbant ki ez az egész? Ugye tudjátok, hogy Jeruzsálem, amit már a keresztes lovagok is próbáltak tartani, vagy elfoglalni, és nem jött nekik össze, Salah ad-Din visszafoglalta. Aki látta Mennyei Királyság című filmet, az tökéletesen tisztában van Jeruzsálem történelmével. Na ugye, hát ugye amikor a Izrael államot megalapították, akkor Jeruzsálem az így felesbe lett. Tehát, hogy így a kelet Jeruzsálem az Jordániához tartozott, Jeruzsálem nyugati része az Izraelhez, és hát igazából az izraeliek azok mindig is saját fővárosoknak tekintették, de ezt rajtuk kívül senki más nem ismerte el, és ugye az országok a nagykövetségeiket is inkább Tel Avivba helyezték el. Most ez az a doktrína, amit Trump megtört tavaly vagy tavaly előtt, és elismerte Jeruzsálemet teljes egészében, mint Izrael fővárosát, és ugye áttelepítették oda az amerikai nagykövetséget, aztán még ezt több más ország is megtette. Ugye az 1967-es hatnapos háborúban, de akkor Izrael mindenkivel háborúzott, Egyiptom, Jordánia, mi volt ott minden? Akkor Jordániától elfoglalták, tehát Izrael megszállta kelet Jeruzsálemet. Tehát gyakorlatilag ugye Cisjordánia az a rész, ami így benyúlik, és akkor Jeruzsálem az pont ott van a kis a csücsök, vagy a Cisjordánia az egy ilyen, mint egy dupla B betű, emlékeztek. A gázai övezet, meg pont a tengerparton van egy ilyen kis vékony csík. És hát ezt a Cisjordániát is aztán megszállták, telepeseket küldtek oda, stb. Tehát ugye így erőszakosan, tulajdonképpen ezért robbant ki most a konfliktus, mert egy izraeli legfelsőbb bírósági határozat palesztinokat akar kiköltöztetni. Egy régi vita miatt, ugye ez egy kirakoltatás Kelet-Jeruzsálemből, ezen kívül izraeliek kezdtek el beköltözni Kelet-Jeruzsálemet, tehát teljesen megváltoztatják az etnikai összetételét. Ez olyan, mint amikor mi azt mondtuk, hogy hát Nagyvárad, amikor Trianonban elvesztettük, 98,6%-ban magyar lakta volt. Nekem megvan a statisztikai évkönyv 1938-ból egyébként, ugye, amikor visszacsatolták. Nem is, mert ugye Erdélyt 40-ben, de a 38-as, 39-es statisztikai évkönyv, ugye az első és a második bécsi döntésekkel ez megvan, és akkor korabeli adatok is megvannak. Most már Nagyvárad csak 50%, mert ugye Ceaușescu nagyon erősen betelepített románokkal. Ugye Nagyvárad már csak 50%. Hát valami hasonlóra készülnek, aztán ez így nagyon nem tetszik az araboknak. És most kirobbant egy ilyen kis műbalhé. Ö,
Hát ez megint egy kicsit hosszabb témára vezet. Ugye az araboknak alapvetően három fő helyük van, Mekka, Medina és az Al-Aqsa, ez az Al-Aqsa mecset, ami ott van Kelet-Jeruzsálemben, ez az egyik fő szent helyük. Eléggé, habár az izraeliek az urakot, de ugye ezt egy külön vallási bizottság irányítja, és oda csak muszlimok mehetnek imádkozni. Na most ennek az a különlegesség, hogy ez a zsidóknak is fontos, mert hogy ott állt Salamon temploma, amit a rómaiak leromboltak. És ugye erre épült rá ez az Al-Aqsa. Ugye ezt mind tudjátok, hogy ott van a siratófal, ez ennek a templomnak a, azt hiszem, hogy talán a nyugati fala volt. Tehát, hogy megmaradt az az egy fal. Na most a zsidók a siratófalhoz járnak sírni, hogy a templom elpusztult. Az arabok meg, hát ugye ők lejönnek ide, az arabok meg felmennek a mecsethez. Tehát ők a mecset oldalába, a siratófal ugye a mecset oldalában van. Most elbarikádozták magukat, kövekkel dobálták, nem engedtek oda senkit. Ugye hát a zsidóknál vannak a nagyon ortodox zsidók, akik ilyen eléggé hát, szélsőségesek. Néha őket rendőri kísérlettel viszik oda a siratófalhoz, és hát ez eléggé bőszítette az arabokat. De tök mindegy, mert ezeket mindig bőszíti valami. Tehát valami mindig van. Na mindegy, kitört a balhé, kődobálás, stb. És akkor azt mondták az arabok, hogyha Izrael nem vonja ki ezt a katonaságot, illetve ezt a rohamrendőrséget onnan az Al-Aqsa mecset környékéről, akkor ők rakétákkal fogják lőni őket. És megtették. Tehát azóta is lövik egymást rakétával. Ennyi. Különösebben nem lehet mit mondani. Majd megint abba hagyják egy idő múlva, majd megint lesz egy kis valami. Tehát ugye azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor adjunk a palesztinoknak is egy országot. Végre Palesztina alakuljon meg, történjen valami, mert ezek egymással se tudnak megegyezni. Tehát amíg Yasser Arafat élt, úgy nagyjából erre emlékeztek, hogy nagyjából összetartott ezt az egészet, de van az iszlám dzsihád, a Hamász, a Al-Fatah, azt hiszem Fatah nevezetű. Tehát ezek úgy egymás között is széthúznak. Tehát azon is veszekszenek egyébként, hogy ez a pénz, amit kapnak, azt mire költsék. Nyilvánvalóan a rakétákra költik, nem orvosokra, kórházakra, meg nem tudom én mire. Nyilvánvalóan a rakétákra költik a pénzt. Tehát a pénzen is veszekszenek, amit kapnak, azon is veszekszenek, hogy ki legyen a palesztin hatóság vezetője, meg hogy egyáltalán mit csináljanak így. Tehát így... Lehet, hogy tiszteletlenség, de azt mondom, aki hülye halljon meg. Tehát ezekkel most mit lehet mondani? Az nyilvánvaló egyébként, hogy Izrael állam, mint állam nem tűrheti el azt, hogy csak úgy mindenféle emberek, vagy hát ugye ezeket most terroristáknak nevezik. Tehát mondjuk azt, hogy a terroristák rakétákat lőjenek. Tehát mint ország joga van megvédeni magát, hát mi is azt tennénk, nem? Tehát most ha a szomszéd elkezdeni a rakétával lőni, akkor én is átmennék, hogy anyádat. Most ezt csinálja az izraeli légierő, ők válaszbombáznak. Tehát amikor tudnak azonosítani egy ilyen rakétakilövő helyet, ugye hát teljesen észszerű, teljesen logikus alapon a Hamász ezeket a rakétakilövő helyeket általában a lakóépületek tetejére teszi. Tehát amikor olyan híreket olvastok, hogy izraeli légicsapás következtében összeomlott egy lakóépület, hát azért van, mert onnan lövik a rakétát. Direkt, hogy a hírekben azt szerepelni, hogy az izraelieknek lakóépületet kellett bombázni. Ugye ennek a menete is nem olyan, hogy most oda mennünk, és akkor szétrombolunk egy 10 emeletes lakóházat. Előbb szólnak, hogy szíveskedjenek már onnan elmenni. Aztán figyelmeztető lövések jönnek, és csak harmadjára jön az igazi rakéta, tehát gyakorlatilag üres épületek vannak össze, de az így is vannak sérültek rendesen. Van, aki nem akar elmenni, hanem megvárja, még lebombázzák. Ami érdekes ebből a sztoriból, ha már nem nagyon kérdeztek, akkor mondom tovább. Ha egyszer beindulok, akkor már nem lehet állítani, vigyázzatok, úgy kérdezzetek. Ez a vaskupola rendszer. Ugye azért vicces, hogy 1700, most ez nem csak az arabok bénázás, hogy 1750 rakétát kilőnek, és senki nem tudnak eltalálni, ez az izraeli védelmi rendszer előnye is. Tehát van ez a vaskupola rendszer, Iron Dome, angolul így hívják, ami hát bizony eléggé elfogja a rakétákat. Tehát ilyen korábbi tesztelések alapján ilyen 90%-át a rakétáknak el tudja fogni. Ugye az első öbölháború alatt, amikor Irak azzal fenyegetett, hogy Scud rakétákkal bombázza Izraelt, és ugye ez vegyi támadás lesz, akkor azért az amerikaiak azért, hogy Izrael távol tartsák a konfliktustól, Patriot légvédelmi rakétákat telepítettek. Ugye ezek, hát ezek inkább közép, nagy hatótávolságú rakéták, ezek a Scud rakéták, de most nem ez a helyzet. Tehát most arról van szó, hogy tehát a folyó túlpatjáról lőnek egy rakétát, vagy valami. Tehát ugye az arabok elég közel vannak Izraelhez, ők ilyen 50 kilométerről, 70 kilométerről lőnek ki, vagy 10 kilométerről lőnek ki rakétákat. Alacsonyan repülő rakétákat, és adott esetben mondjuk drónokkal is támadnak. Most erre a Patriot nem volt jó. És akkor 2010-ben, nem nagyon vagyok ebben benne, csak akkor olvastam egy kicsit róla, amikor ugye ezt a Magyar Honvédség is megvette. A vaskupola rendszernek egy elemét, a radart,
Ugye egy légvédelmi rendszer az alapvetően három részből áll, a felderítő egység, tehát a szenzor, ez a radar, van egy központi feldolgozó egység, ami a radar által beérkezett célpontokat azonosítja, követi, feldolgozza, és ez kiadja parancsnak az elfogó rendszernek. Ugye ez a három rendszer van, a megfigyelő rendszer, a feldolgozó rendszer és az elfogó rendszer. Az elfogó rendszer az pedig maga a rakéta, amit a központ a radar segítségével rávezet a célpontra, és bum. Most Magyarország ebből csak a radart vette meg, nem a teljes rendszert, de az izraelieknek ugye a teljes rendszer van meg, és hát elég jó hatékonysággal lövik le ezeket a rakétákat. Ez ugye most már inkább az a fajta hadviselés van, hogy hát nem is rendes légierő támad, nem is rendes rakétákat lőnek, tehát ilyen ugye ICBM-eket, ezt nem lehetne annyira azért. Az ICBM az Intercontinental Ballistic Missile, tehát azok a nagy atomrakéták. Szerencsére itt nem tartunk. Sokkal nagyobb veszély, ilyen kis pici ekkora drónokkal berepülnek, egy kis plastikbomba van az olyan, bum. Tehát ez óriási veszély egyébként mondjuk még a hatalmas amerikai repülőgép hordozókra is, vagy bármire. Ugye ezek ellen a drónok ellen fel kellett venni valahogy a versenyt, és hát ilyen kisebb légvédelmi egységeket fejlesztettek. Ugye Magyarországon úgy néz ki, hogy a Vaskopola rendszerhez megvették a radart, de a rakétákat nem. Tehát a rakétákat, a norvég, mi a neve, valami NASRAM, vagy NESRAM, vagy valami, egy norvég rakétavédelmi rendszert vettünk meg. De a radar az ugye a radarnak az az előnye, hogy egy teherautóval is, az izraeliek most hadihajókra akarják tenni. Tehát ezt hajóról is lehet használni ezt a rendszert. Az az előnye, hogy maga a teljes rendszer ugye nem úgy néz ki, mint a korábbi szovjet rendszerek, hogy volt egy radar, meg egy rakétaállomás, aztán ennyi, vagy volt a ZSU, így hívták, hogy ZSU. Ez egy ilyen lánctapas kis cucc volt, amin volt egy beépített radar, és négy darab géppuska. És ez így fordult, és így lőtt. A vietnámi háborúban ilyen előtték le az amerikai fantomokat időnként, ha sikerült, ha szerencséjük volt. Na most ez nem így néz ki már, tehát egy légvédelmi rendszert úgy is lehet most már telepíteni, hogy mit tudom én, Sopronban van a radar, Budapesten a központi feldolgozó, és Debrecenből lövik ki a rakétát. Na, nem ennyire azért, mert a radar nyilván azért valamennyire ahhoz kell közel lenni, ahonnan a rakétát várjuk, és az ellenrakétának is közel kell lenni, de ezt így már rugalmasan szétlátsz van. És az izraeliek ezt kihasználják, ugye ők körbe vannak éve eléggé. Na hát azt hiszem eléggé körbe jártuk a arab-izraeli konfliktus, nem tudok róla sokat, mert nem vagyok benne. Nem érdekel a hülyeség. Tudjátok, ezt szoktam mondani. Nézzük a kérdéseket. Mit dolgozol? Nagyon jó, valaki már megválaszolta. Informatikus vagyok. Az én becenevem is Zsú, valaki ezt írja. Katalin Soltinék is, miért, mi a bajod Izraellel? Nekem semmi. Nekem a nekem ez a, nekem nem a Izrael vagy az arabokkal van a problémám, hanem a... Most mondhatnám azt, hogy hülyeség, hogy nem tudnak megegyezni, de hát ezt mi sem tudunk megegyezni a románokkal, nem? Trianon miatt. Tehát szerintem nem tudom, soha nem is fogunk. Valaki kérdezi, szép estét meg, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed az új világrend kialakulásáról. Szerintem nincs ilyen, hogy új világrend alakul ki. Egyrészt minden egyes nap, minden nap, amikor felébredünk, egy új világra ébredünk, nincs ilyen, hogy új világrend. 20 évvel ezelőtt is volt új világrend kialakulása, meg New Age, meg most már valami lesz. Valami mindig van, hogy valami most már lesz. Amikor kitölt az első világháború, is azt gondoltuk, most már ebből tanultunk, aztán jött a második világháború. Meg ugye a kettő között még nekünk még volt tanácsköztársaság is. Meg ilyenek, meg Trianon, meg ilyenek. Nem nagyon van ilyen új világrend. De a hülyeség, az emberi hülyeség, az dől mindenhonnan. Azt hittem kérdezni fogtok a védettségi kártyáról is. Vagy bármiről, mert ugye azt már eléggé kitárgyaltuk ezt a témát. Beszéljünk másról. Valaki azt írta, hogy ezt nem értem. Szégyelje magát Izrael? Miért? Most éppen miért? Ja, Katalin és Holtnik is, hogy te válaszoltál arra, hogy szégyelje magát Izrael. Ja, hát igen, nem nagyon értem, hogy miért. Hát ha engem lőnének rakétával, én is visszalőnék. Ugye ők is ezt teszik. Sok minden, vannak dolgok, amik miatt szégyelhetik magukat, de mindenkinek van olyan. Tehát mi is szégyelhetjük magunkat. Amikor 1941-ben örökös barátsági, meg nem támadási szerződést kötöttünk Jugoszláviával, és négy nappal később lerohantuk őket, hogy visszacsatoljuk a délvidéket. Hát bocsánatos bűn volt, de ugye mi is szégyeljük magunkat, emiatt a dolog milyen.
Elis de Bossa, szerint Spanyolországban mikor szüntetik meg a maszk viselését? Hát a maszk használatra gondolta. Igen, értem. Augusztus végére teszik. Tehát itt körülbelül egy ilyen 70%-os itt is. Most már nincs annyira, leveszem, jó? Tehát így maradjunk meg most szolidabb keretek között, annyira nem akarok már sportos lenni. Tehát 70%-hoz kötik nagyjából. Illetve hát nem pont a 70%-ig, de azt gondolják, hogy 70%-nál érik el azokat az alacsony fertőzöttségi számokat, amikhez igazából kötik. Tehát a helyzet függvényében változik. Augusztus végére teszik azt, hogy akkor elfelejthetjük a maszkot. Itt már most elfelejthetnénk. Lehet az is, hogy ez a maszk elfelejtés, ez majd regionálisan fog bekövetkezni. Ugye ezt a múltkori adásban elmondtam, hogy itt a valenciai régióban, Comunidad Valenciában a legalacsonyabb, 41 a 100 ezerre jutó fertőzöttek száma, míg most például ugye a legnagyobb az fent Baszkföldön 450, tehát a 10-szerese, 11-szerese. Úgyhogy elég nagy különbségek vannak így országon belül. Nem biztos, hogy azonnal jó csak így ledobni mindent. Gondolom, ez a nyári szezon le fog menni, és hát rengeteg turista jön majd ide, spanyolok is, tehát a madridiak, stb. Azok szeretnek ide jönni. És hát Madridban is elég magas, 250 ez az arány, tehát ott mondjuk 6-szoros, 7-szeres a miénkhez képest. Lesz megint egy kis fertőzöttség majd. Az, hogy Magyarországon mi lesz, ezt el nem tudom képzelni, hogy 60 ezer embert bezárnak a Puskás stadionba maszk nélkül, mert ugye van védettség igazolvány, hát ez milyen jó már. Na látjátok, mekkora nagy kamu megbukta az egész, azt mondták, ez a hülye bejelentette Szijjártó, mindig elfelejtem a nevét, hogy majd kötnek egyezményeket, és akkor már ezzel is megkötöttük, azzal is megkötöttük, és sorba fordítják vissza Horvátországgal, és megkötötték ezt a kölcsönös egyezményt, hogy elfogadjuk egymás védettség igazolványát, és olvastam Facebookon, hogy sorra fordítják vissza az embereket, a kis plastikkártyát kiröhögi a horvát határól. Ugye azt mondják, hogy úgy fogadják el, hogy az oltási igazolás is ott van vele. Tehát magát a plastikkártyát ez nem érdekli őket, az oltási igazolás számít, ami rajta van, hogy mivel oltották be őket, ugye ez hiányzik a plastikkártyáról, és mikor. És a horvátok úgy engednek be, hogy a második oltás után 14 nappal. Tehát gratulálok mindenkinek. Annyi szerencse, hogy tényleg a horvátok is így nem problémáznak azzal, hogy most kínai vagy orosz vakcinát kapott valaki, ez szerencse. Mert németek kategóriusokban megmondták, hogy nem. Tehát ez neked kínai vakcina, ők nem fogadják. Erre Szijjártó okosan bejelentette, várjuk ki a végét. Még tárgyalhatunk. Miük van vajon? Tehát, értitek, amikor egy ilyen maffia bejelenti, hogy várjuk ki a végét, akkor az ember azt gondolja egyből, hogy kinyitják a széfet, és akkor megnézik. Na, mink van Merkelről? Ez volt valaha valami mesztelen fotó róla, vagy... Tehát az ember így képzelő, hogy mit? Hát megmondták, hogy nem fogadják el. Mit akartok még ezen tárgyalni? Az elején megmondták, hogy nem fogják elfogadni csak azt, amit az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyott. Az elején megmondták, már mit tudom én, januárban mikor megmondták. Ezek nyomják ezek a hülyék, kínai, orosz, mindenkit. Hát mehettek majd Horvátországba, de ide nem. Páfi Zsuzsa, igen, mivel lettél beoltva és mikor? Hát én még semmivel, itt én még nem következem. Katalin Tóth, nem fogadják el, mert külön igazolás kell és a kártya. Igen. Tehát ugye ezt, amikor az Unió most jóvá hagyta ezt, hogy lesz egy ilyen zöld kártya, ez az összeurópai, tehát ez kiváltja mindezeket a hülyeségeket. Tehát lesz egy egységes európai igazolvány, ami azt igazolja, hogy mivel oltottak be, mikor oltottak be, tehát így lehet ellenőrizni, hogy ki kapta meg már a második oltást, stb. Hát erre is kijelentette a magyar kormány, hogy hát az teljesen mindegy, hogy az Unió mit csinál, a magyar kétoldalú, a magyar védettségi kártyát az Unió nem írhatja felül. Emberek! Hát ennél nagyobb hülyeséget lehet csinálni. Nem. Ne is beszéljünk a magyar kormányról. Gabriella Flórián, szia! Várjál már, olyan sokat írta, hogy rá kell kattintanom, hogy több. Jaj, most meg el is ment. Gabriella Flórián, ma pont rendelőbe jártam, és 5 hét fő várt folyamatosan oltásra. A baj azzal lesz, ha majd az emlékeztető oltásokat kell kezdeni, és a duplán oltottak utazhatnak, de a gazdaságilag gyengébb országok
még az első oltással sem jutnak végig az oltással, de utazni majd fognak negatív tesztel. Most úgy tűnik, mintha itt maradna ez a vírus, mint az influenza. Én azt hiszem, hogy nem volt ez eddig se kétséges senkinek. Tehát amióta csak erről beszélünk, én kezdettől fogva ezt mondom, hogy ilyen egyszerű a dolog. Influenza ellen is van oltás? Van. Mégis van minden évben influenza? Van. Ennyi. Szomorú, hogy most teljesen mindegy, média felhajtás vagy bármi más miatt tudjuk, hogy többen halnak meg emiatt. Ugye csak így jobban a képünkbe tolják. Nem is nagyon lehet ezt összehasonlítani az influenzával, mert ugye ott nincsenek pontos számok. Tehát amikor influenza járvány van, akkor is tudjuk, hogy meghalnak 30 ezeren akkor is, most is. Tehát olyan nagyon nincs különbség. Csak akkor nem fogják rá minden, hogy influenza. Ott hagyják, hogy hagyják, hogy azt mondják, hogy igen, ugyan influenzás volt, de amúgy tüdőgyulladásba halt meg. Igen, amúgy influenzás volt, de amúgy rákba halt meg, vagy akármi. Tehát ugye tehát nem megbízhatók azok a statisztikák korábbról, hogy most akkor pontosan mennyi haltak bele influenzába, mert azt nem lehet haláloknak mondani. Ez csak egy kiváltó oka volt, hogy ilyen szövődmények alakuljanak ki. Most mindenkire rá fogják szerintem, hogy Covid azért, hogy ezt így el tudják számolni, de ez csak spekuláció, tehát nem akarom se pró, se kontra megvédeni ezt az állítást. Ilona I. és az én kérdéseimre nem válaszolsz. Köszönöm szépen, akkor nem zavarok. Szia! Szia! Fogalmam sincs, mit kérdeztél. Nem látok itt más kérdést. Lingő Gézáné, ismerősöm volt moziba a hétvégén, személyi igazolványt és az oltási igazolványt is be kellett mutatni a jegyvásárlásnál. A nézőknek nem, de az alkalmazottaknak kellett maszkot használni, pedig be voltak oltva. Ugye ezzel az a problémás, hogy önmagában az összes, tehát kezdjük ott, hogy vannak szenzitív információk, vannak érzékeny személyes információk, amiket más nem tudhat meg. Az egészségetekkel kapcsolatos adatok, azok ilyenek. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy nem kérdezheti meg senki, hogy kire szavaztál, mert titkos, és jogod. Ha akarod, megmondhatod, de nem kérdezhetik meg. Nem mondhatják azt, hogy csak az jöhet be, aki a Fideszre szavazott. Ez a védettségi kártya, ez pont ilyen. Nem kérdezhetik meg azt sem, hogy be vagy-e oltva, vagy nem, mert ugye egyrészt ez nem kötelező, másrészt, ha ezt megkérdeznék, és erre válaszolnod kellene, akkor néhány embernek azt kéne válaszolnia, hogy nem, de engem nem oldhatnak be, mert egyébként agydaganatom van. Vagy engem nem oldhatnak be, mert hiányzik a fél lábam, és tudjátok, tehát ugye értitek, most hülyeségeket mondok, de vannak olyan egészségügyi kondíciók, amikkel nem lehet valakit beoltani, és akkor már ezt is el kellene, hogy mondja. Hogy azért nincs, nem vagyok beoltva, mondjuk a munkahelyén például. Azt mondanák, na, téged be kell, hogy oltsanak, és azt mondom, nem, engem nem oldhatnak be, és miért? Hát erre nem válaszolhatok. Mert az személyes adat, és ezt nem kérheti senki. Na most ugyanilyen személyes adat, mondjuk a személyigazolványodban bármi, a születési időpontod, hát ha csak nem olyan helyről van szó, mondjuk, mint ugye alkoholt nem lehet 18 év alatt, tehát hogy akkor tényleg igazolnod kell magad, de egyébként nem. Tehát így átlag ember, egy mozipénztáros, egy éttermi pincér, vagy valaki, hogy elkér személyigazolványt, vagy valami, ez bűncselekmény. Tehát ez súlyosan sérti a személyiségüket. Alapvetően az is, hogy a kormány így éket ver most az emberek közé, de az, hogy visszaélnek ezzel, azt is megértem, hogy ők nem tehetnek mást. Tehát ha a pincér nem kéri el, akkor őket meg 1 millióra megbüntetik. Tehát annyira mocskos szemét ez az egész, ahogy a kormány ezt így ránk dobta, hogy azok is féljenek, akik, hát most akkor mutatom az igazolványomat, itt a védettségi, és ugye ez a kettő még nem lesz elég, mert horvát határon még az oltási papírt is fel kell mutatni, tehát ilyen kártya, papír erdővel mehetünk majd bárhová. Másrészt a túloldalon is ugye ezt rákényszeríti, amikor azt mondja a pincének, hogy igenis el kell kérned a személyigazolványt. És képzeljétek el, hogy senki nem szereti megmutatni a személyigazolványt, milyen hülye fejet válunk a személyigazolványon. Most mindenki ott fog röhögni rajtad, mert meg kell mutatnod a személyigazolványodat. Ez csak egy tudom apró probléma, de mi van, ha nem akarom megmutatni a személyigazolványomat, mondjuk csak a rendőrnek, mert az kötelező. Tehát ezt aggályosnak tartom, hogy egy sima mozipénztáros elkérheti a személyigazolványt, meg egyáltalán ezt a védettségi kártyát, meg hülyeség is. Tehát a Tesco-ban nem kell védettségi igazolvány, meg összefogdoshatja 500 ember, de este, amikor beülsz a moziba, 10 másik ember mellé. Figyeljetek, én a hajós vizsgának ezt a professzionális változatát, amikor ugye tengeri mentés, tűzoltást, meg újraélesztést, meg ilyeneket kellett, ugye ez kellett ahhoz, hogy kereskedelmi tevékenységként is végezhessem ezt a hajózást, tehát hogy vihessek utasokat csáterezni, vagy én magam dolgozhassak mondjuk egy ilyen utasszállítón, vagy akár a kikötőbe. Ugye ezt mindenkinek meg kell csinálni, ez egy 10 napos intenzív tanfolyam, tehát azt jelenti, hogy 10 napon keresztül minden nap menni kellett, és ott hosszú órákon keresztül először bent ültünk a tanterembe, volt
gyakorlati része is, de először a tanterembe, mindenki maszkban ült. Végig ültük a 8 órát maszkba, úgy voltak a padok, ugye, hogy mit tudom, kettessével kihagytuk a székeket, vagy ami, de senki nem, tehát akkor még ugye nem volt oltás sem, tehát akkor még nem lehetett oltásigazolványt kérni. De ugyanígy be lehet ülni a moziba, és a maszkban meg mindenbe. És akkor nem lesz belőle semmi baj. A másik meg láttátok, hogy mi itt voltunk annyival étteremben bent, még csak maszk sem volt senki, hát ugye amíg az ember eszik, addig nem lehet rajta maszk. És senki nem, tehát nem számított, hogy ki van beoltva, meg ki nincs beoltva. Ezt nem lehet így megkülönböztetni. Védtelen vagyok. Ugye elkezdtük ezt a dolgot, hogy tiltakozzunk ez ellen. Megtettük, amit, ez egy ilyen erkölcsi kiállás, túl sok haszna nem lesz, talán. Majd amikor visszagondolunk rá, a történelemkönyvekbe esetleg elmondhatjuk, hogy de egy nagyon picit én is hozzájárultam ahhoz, hogy nektek, sok ezer embernek el tudtam mondani azt, hogy ha kimondom azt, hogy védtelen vagyok, akkor azok pártján vagyok, akik védtelenek a hülyeséggel szemben, a kormány hülyeségével és aljasságával szemben, mert ez egy árulás. Kovács Zsuzsanna, majd elhúzzák a választásokig, és ez meg nem lesz pandémiára hivatkozva. Igen, ezt mondjuk már sokszor, hogy nem lesznek választások. Talán. De az is lehet, hogy valami más fognak kitalálni. Mert ugye elkezdődtek ezek a bebetonozások, most a atomenergia ügynökségnek választották meg a vezetőjét 9 évre, és akkor azt mondják, amikor felteszik a kérdést, hogy miért betonozzák be így ezeket a pozíciókat, és akkor most meg arra hivatkoznak, de hát Brüsszel kérte, hogy legyen független az intézmény a kormánytól, hát csak itt tudjuk garantálni a függetlenséget, ha egyébként a kormányváltások nem befolyásolják azt, hogy ez az ember leváltható vagy nem. Tehát ugye ez a 9 évre kinevezett káder megint csak kétharmados többséggel lenne leváltható, ami ugye az ellenzék örül, ha egyáltalán nyer. Nem, hogy kétharmad, tehát ezeket... Tehát megint egy ilyen faramúci. Tehát egyszer azt mondják, hogy Brüsszel menj az anyádba, mert nekünk nem mond meg, hogy a védettségi igazolványunk után, meg hát Brüsszel mondta, hogy nevezzük ki 9 évre. Másik, Gulyás Gergelynek vannak ilyen jó benyögései a kormányinfókon, hogy hát ha mondja már valaki egyetlen észszerű indokot, hogy miért csatlakoznánk a Európai Ügyészséghez. Hát tudnánk mi mondani olyat? Azért bazd meg, hogy titeket letartóztassanak, és végre elkapjanak. Azért. De ő azt mondta, hogy nem, nincs logikus indok arra, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ugye ez az a szervezet, ami azok, akik csatlakoztak, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy európai ügyészek is vizsgáljanak bűncselekményeket adott nemzeti területen. Nálunk ez nincs, tehát Pol Péter ugyanúgy leválthatatlan. Őt is, ugyanúgy, mint a Matolcsai jegybank éléről, ő is leválthatatlan. Tehát, ha jön az ellenzék, bekapják Matolcsit, bekapják Pol Pétert, tehát semmit nem fognak tudni csinálni. Ha nyer is az ellenzék, ott fognak majd ülni a parlamentben, aztán nézegetnek ki a fejükbe, hogy de jó, felvesszük a fizetésünket, mert egy kis bizottsági pozíciót szétosztottunk. Csinálni nem fognak tudni semmit. Tehát ha Orbán veszít, akkor is nyer. Tudjátok? Negyedik hullám. Jaj, két dolog, igen. Negyedik hullám meg applikáció. Igen, ugye mivel informatikus vagyok, szerettek kérdezni ezekről a dolgokról. Tegnap jött ki az applikáció, és ma már lehalt. Hát persze, mert túlterheléses támadás érte. Ha megint két sirály itt körülöttem. Atyaisten, de remélem nem fognak fosás támadást intézni ellenem. Egyszer megtámadott egy sirály. Fejbe vágott a csőrébe, így bum. Szóval igen, az applikáció összeomlott, hát mit mondjak, nem csodálkozok. Tehát ha milyen állapotban a kormányzati szerverek vannak, ha ezek mindentől összeomlik, akkor az applikációt is túlterheléses támadás érte. Tehát mindegy, összeomlik itt minden. A másik, a negyedik hullám, igen, hát ennek elég erős realitása van. Na most sokan mondtak dolgokat, például arról, hogy elmentünk most annyival az étterembe, és hogy az emberen nincs maszk, és hogy védettségigazolvány nélkül, atya Isten, beültünk egy étterembe, majd emiatt kell újra bezárni mindent. Nem. Itt az emberek felelősen viselkednek. Ugyanakkor megkérdezzétek azt is, amikor felteszek egy videót, és maszkban mászkálunk lent a parton, ugye Marajrába. Igen, itt felelősen viselkednek az emberek. Tehát azt kell felfogni, nem tudom, hogy ez sikerül-e néhány embernek, hogy aki nincs beoltva, az nem feltétlenül fertőző. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy most aki nem kapta meg az oltást, az mind, attól mind menekülni kell, mint a pestisestől. Nem. Itt, még egyszer elmondom, 100 000 emberből 40 fertőzött. Tehát amikor elmész egy étterembe, akkor elég jó esély van arra, hogy az égvilágon senki nem fertőzött abba az étterembe.
vagy akár... Tehát ugye 100 000 emberből 40 fertőzött. Az azt jelenti, hogy akkor Maleira itt lent az 5 000, mögöttem Benitez az kb. Megint 5 000, Teulada az olyan 4 000 valahány száz, Benissa megint 5 000. Tehát most így most kb. 10 településre el tudom mondani, hogy ez 50 000 ember, és még mindig nem tartottunk ott, hogy akár egy fertőzött is van. Itt Benitez-be 0 a fertőzöttek száma. Tehát ha most bemegyek a városba, akkor bárki, aki szemben az utcán, az mind nem fertőzött. Tény, hivatalos adatok szerint. Tehát ugye a hivatalos adat arról szól, akit leteszteltek. Tehát igen, az is lehet, hogy nem tudjuk. Csak kicsi az esély, tudjátok? Mert vigyázunk egymásra, tehát maszkot hordunk. Tehát volt olyan, aki azt hitte, hogy ez milyen furcsa már, majd meg lesz a böjtje, vagy nem tudom, ami ilyesmit, hogy meg lesz a böjtje annak, hogy étterembe mentünk maszk nélkül, vagy hogy oltás nélkül. Én, mert annyi már kapott. Hát kérdezzem már meg, hogy az, hogy most voltunk egy étterembe 12-en, az hogy lesz majd mérhető ahhoz, hogy a kurva Puskás stadionban 60 000 embert engednek össze maszk nélkül? Melyik a rosszabb? Tehát most azért, tehát akinek nem tudom már, hogy mi az, ami még valakit a Fidesz mellett tart, de tegyük fel, hogy vannak ilyenek, biztos lesznek majd megint kommentek erről. Nekik már mit, tehát jó, még egyszer mondom, kb. Voltunk talán 10 az étteremben, arra 20 asztalra, ami ott van, ugye azok is egymástól másfél méterre vannak az asztalok is egyébként. Tehát, meg 60 000 ember, így. Tehát amikor én itt ülök, mellettem is van egy, meg mellettem is van egy. Tehát a kamera képébe szerintem, de az is lehet, hogy még egy beférne. Tehát mint a herengek így fognak ülni. Ott nincs olyan, hogy akkor most kihagyunk két ülést, vagy valami. Ott nem lesz másfél méteres távolság. Ha lehetek valaki eszélye, hogy olvassak már elvégre egy kérdést. Olvassak is, sok a kérdés. Jó? Na, olvassunk. Gabriella Pásztorné, ezt tetszik. Jobban látod az itthoni helyzetet, mint ide az a sokan. Félelmetes a butaság minden területen, ami a politikát illeti. Nem vádolom az embereket azzal, tehát én nem az a típus vagyok, aki azt mondom, hogy sok a buta ember, mert lehet, hogy ez így van, de az nem az ő hibájuk. Tehát arról, hogy valaki műveletlen, arról ő tehet, arról, hogy kevesebb kombinatórikai vagy logikai képessége születik, arról nem tehet. Van, aki rossz matematikából, van, aki rossz fizikából, én rossz vagyok jó modorból. Emlékeztek? Ezt mindig szoktam mondani, az új követők nem tudják, de én egy despota vagyok. Csak viccelek. Tehát én azt gondolom, hogy egy felelős kormánynak is lenne az a feladata, hogy korrekt tájékoztatást nyújtson a lakosságnak, és ne az embereknek kelljen kilegózni és összerakni különböző ilyen szőnyeg alól előkapart információk, amit titkolják azt is, hogy a statisztikai adatokat is meghamisítják, vagy titkolják. Hát ugye, amikor kijött ez a táblázat, amiben az volt, hogy melyik oltás milyen halálozással jár, Karikó Katalinnak, ugye, aki felfedezte ezt az egészet a Pfizer-nél, neki ki kellett egészítenie. Meg egyáltalán az összes szakértő azt mondta, hogy ez a táblázat így ebben a formában semmire nem használható. Ez csak egy kamu. Tehát nem úgy gondolom, hogy nem a lakosságnak kellene összekapolni az információt, hanem az kellene, hogy legyen egy, akár mindenkinek a kezében nyomjanak egy brosúrát, hogy kérem, most itt tartunk, ezek meg ezek a dolgok vannak, és ezt nem teszik. Így nem a... Mindenhol vannak buta emberek, minden országban, nem az ő hibájuk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Szeretem az angoloknak azt a mondását is, hogy tarts szárazon a puskaport, és bízzál Istenben, ugye? És tarts szárazon a puskaport. Ez egy nagyon jó. Észak-Írországban már támad a negyedik hullám. Fantasztikus. Miért pont Észak-Írországban? Na, ezzel olvasom a kérdéseket, mert Katalin Soltinék is, már alkotmányunk sincs, csak egy tálkormány. Hát igen, aki összehozta, annak erről más a véleménye. Tudjátok, aki az alkotmányt csinálta, az egy eresz csatornán menekült Brüsszelben. Egy kis zacskó fehér porral a táskájában. Hát ilyen emberek is vannak. Na de azt mondtátok, hogy olvassak ki, de hol vannak a kérdések? Nem látok egy kérdéssel. Tibor Tóth, szia! Csak egyet nem értek, akkor most hol vannak az ügyvédek, jogászok, alkotmánybíróság, rendőrség? Ki áll ki végre az igazságért? Hol van az ellenzék? Tehát ez több kérdés egyszerre, ugye azt tudjuk, hogy az ellenzék hol van. Ők egyelőre most arra koncentrálnak, hogy egyáltalán tudjanak nyerni. Tehát én azt hiszem, hogy megpróbálnak mindenbe belekapaszkodni, hogy a múltban is megpróbáltak mindenbe belekapaszkodni, igen gyengén, hogy úgymond napirendre vegyék. Most ugye
hogy hívják már azt a nőt, nem tudom, várjatok, egy parlamenti képviselő nő, aki most, neveket mindig elfelejtek, aki most az ombudsmanhoz fordult azért, mert a védettségi igazolványal nem rendelkezőkkel kifizettetik a PCR-teszt költségét, ha kórházi kezelést akarnak. Tehát ez a legrohadtabb, aljasabb dolog az egészben. Tehát már a beteg embereket is azzal zsarolják, hogy nem kapnak kórházi ellátást, ha nincs védettségi igazolványuk, ami amúgy szart sem ér egyébként. De ugye a védettségi igazolványt, ezt már kitárgyaltuk számtalanszor, az első oltás után boldog-boldogtalan kap, ami valójában nem véd. Tehát az ellenzéket nem hiszem, hogy az ellenzék bármit fog csinálni, az is csoda lesz, ha egyáltalán sikerül legyőzniük Orbánt. Képzeljétek el, és ez mekkora számalom, hogy már a csapból is azt folyik, hogy ez maffia, hogy ez bűnözés, hogy lopnak, és még így sem sikerül legyőzni. Még így is talán csak 1-2%-kal lesz meg, ha meg lesz az, hogy 51% vagy valami. Tehát kérdésedre válaszolva, alkotmánybíróság, rendőrség, hol van? Hát a rendőrség az a kormány oldalán áll. Ők kapják mindig a legjobb, tehát mindig a rendőrség kapja a legtöbb fizetésemelést, ők kapják az új autókat, szolgálati autókat, ők kapnak szolgálati lakást, tehát a rendőrség jól van tartva. Ők a kormány oldalán állnak. Az alkotmánybíróságból ugye már elég sok, nem is tudom már mennyit, de több testületi tagot is leváltottak, és ott már fideszesek ülnek. Ügyvédek, jogászok nem tudnak mit csinálni. Mert ügyész nem írt el, ugyan, de az ügyészek feladata lenne a nyomozati tevékenység hát elrendelése, és akkor a rendőrség megnyomozna. De a legfőbb ügyész, Polt Péter, ezeket le tudja állítani, és le is szokta. Senki nem fog tudni csinálni semmit. Én azt szoktam mondani, hogy olyat kéne csinálni most már, mint Szent István idején, nem hont foglalni, mert az már van, nem államot alapítani, mert az is van, külföldi lovagokat behívni. Komolyan. Ha például most álmodozzunk, engem megválasztanak holnap miniszterelnöknek, tudjátok, mit csinálnék? Én azt mondanám, hogy felhívnám Kanadát, Németországot is, Angliát, vagy akár, és hívnék könyvelőket. És azt mondanám, gyerekek, nem tudtok ugyan magyarul, mindenki kapna tolmácsot, meg mindent, de üljetek már le, és nézzétek át ezeket, és akkor derítsék ki, hogy mi a baj, hol a csalás, hol a lopás. Azok, akik külföldön szocializálódtak, ugye nyugaton, és hirtelen feltűnne nekik, hogy hoppá, miért került egy WC ülőke 168 ezer forintban, meg miért csináltak 30 millió forintból egy buszmegállóból. Volt ez ugye, hogy az Unió éppen akkor kilátóra adott pénzt, és a buszmegállónak a tetejére építettek egy lépcsőt, és az a kilátó, és az 30 millió forintba került. Ugye vannak ilyenek. Tehát ez szerintem úgy feltűnne nekik. Tehát én külföldi segítséget kérnék. Mint Vágó úr, hogy akkor kérdezzünk meg valakit. Azt nem lehet, hogy vegyünk el kettőt már, de hívjunk fel valakit. Én hívnék külföldi segítséget, és azt mondanám, hogy egy évet azzal töltenék, hogy ezek a külföldi szakértők nyugodtan mindenben nézzenek bele, amibe akarnak, mindenbe. És a végén mondják meg, hogy akkor ez ezt lopta el, ez ennyivel került többe, ez ennyivel került többe. És akkor kezdjük el visszahozni a vagyont. Ott van a román ügyésznő, Vitális Kati, ott van a román ügyésznő, ha kézzel kapná ezeket, annyi lenne nekik. Igen, többek között Gulyás Gergely ezzel is indokolta, hogy hát majd pont nem fogunk az Európai Ügyészségbe belépni, mikor egy román a vezetője a szervezetnek. Hát ez aztán, ez az érvelés. De ennyi az érvelésük. Erzsébet Kvel, de akkor már kapott kártyát, mert aki már volt beteg, az kap kártyát. Ugye elméletben. De nagyon sokan panaszkodnak, hogy ők már átestek ezen a betegségen, és csak hónapokkal később sem kapták még meg a kártyájukat. Tudok ilyeneket, akik panaszkodtak, hogy nem is tudom, már 2 hónapot vártak arra, hogy megkapják a kártyát. Még akik volt beteg, aki volt beteg, ugye az már, ott már bizonyítottan ott van a védelem az immunrendszerében, hiszen legyőzte a szervezete. Ellenben aki megkapja az oltást, azonnal megkapja a védettségi igazolványt, vagy mennyi 8 nappal később. Ott még nem biztos, hogy kialakult ez a védelem. Olvasok. Gyudi Kisné, az egyetemek alapítványi kézbeadásáról mi a véleményed, és a fundan, szerintem rosszul írtad, fundan, nem? Még van egy M benne. Ugye itt a Diákváros probléma, hogy annyira jó volt. Van egy vízparti terület, és ugye azt mondták, hogy a sarokban lesz a fundan, és a teljes vízparti területet megkapja a Diákváros erre. Pár nappal később, másnap azonnal leváltották az ezért felelős államtitkát, és rögtön másnak a kezébe adták, kikapta meg, Palkovics talán.
És az új térképen, amikor hozták, azonnal helyet cserélt az egész, a sarokba a vízparti elérés nélkül lesz a diákváros, tehát a magyar diákok a sarokba szorulnak a cementgyár mellé, vagy mit tudom én mi mellé, a kínai rész pedig megkapja teljes egészében a vízparti területet. Tehát az evezős pályától kezdve mindent. Ugye ez a teljes magyar valóság. Adjuk oda nekik. Az egyetemek alapítványi kézbeadása, hát én már olyan dolgoknak sem örültem, ugye Debrecenben óriási, ugye régen ilyen elnevezések voltak, Debrecenben volt a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, KLTE, Pesten az Eötvös Loránd, ELTE, és így tovább. Ugye ezeknek óriási presztízsük volt ezeknek a neveknek, és aztán boldog-boldogtalan összeszerveztem, most a Debreceni Egyetemnek hívják, ami körülbelül egy ilyen nesze semmi fog meg jól név, a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemnek olyan neve volt, ugye lehet, hogy nem tudjátok, de korábban az Tisza István Egyetem volt. Tehát a háború előtt az volt a Tisza István Egyetem, csak hogy tudjátok, az is egy, hát ugye Tisza István miniszterelnök, akit 1918-ban, mikor ugye a trianoni döntéssel, hát akkor még nem volt trianoni döntés, de mindegy, 18-ban a háború végén katonák így bementek a házába és lelőttek. Azóta se tudjuk, hogy kit, miért, hogy, de utána jött a Vörös Bárónak hívják, Vörös, minek hívják, Kálait, a következő miniszterelnöket, valami Vörös, mindegy, ő volt a miniszterelnök, és ugye akkor jött az őszi rózsás forradalom, hazahívta a katonákat, bla bla bla, hülyeség, aztán jött a tanácsköztársaság. A lényeg az, hogy Tisza István megölték, de akkor nagy államférfi volt, és ugye Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, Tisza István Egyetem volt, most meg lett egyszerűen csak Debrecen Egyetem, nekem már ez se tetszett. Tehát nem szerettem, hogy ezeket a szép és sok évtizeden át így az emberbe beivódott neveket, ezeket így kidobták a kukába, csak az, hogy Debrecen Egyetem. Hát ugye nálunk a Debrecenben ugye az Agrártudományi Egyetem is nagyon híres volt, mert hát ugye az Alföldön a mezőgazdaság ez nagyon fontos, és akkor a Kossuth meg az Agrár Egyetem, az két nagyon, az orvosi egyetem is, aztán ezt az egészet összeolvasztották egy ilyen Debrecen Egyetemé. Na most, ha ezt feltételezzük, hogy intézményeket így össze lehet vonni, akkor akár miért is ne lehetne ez alapítványi felügyelet alatt. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok azért történnek, mert már készülnek arra, hogy mi lesz majd a választások után. Tehát véletlenül elveszítenék a választásokat, akkor ezeken keresztül nagyon jól tudják. Gyakorlatilag minden a kezükben van. Tehát hiába nem ők lesznek kormányon, minden a kezükben lesz akkor is. Tény, hogy külföldön vannak erre precedensek, tehát hogy alapítvány vagy akár magánkézbe is. Hát ugye azt mondják, ez a fundan is így fog majd működni ilyen alapítványi formában. Annyira nem örülök neki, de így lepereg már róla, nem tudok mit mondani rá, mert ez csak egy, tehát nem ezen múlik az, hogy most a magyarok boldogok vagy nem, hogy az egyetemek alapítványi formában annyi baj van, hogy ez az egyetemek alapítványhoz kerülnek, ezek már csak így a legutolsó. Szomorú egyébként. Erika Schröter, Mike, mi a kedvenc szabadidőtöltésed? Hajózás! Csak nincs hajóm. De akkor te új követő lehetsz, nem? Mert a hajózásról szinte állandóan beszélek. Tehát hajózni szeretnék, a hajózás lenne a kedvenc időtöltésem, akár most is, remek idő van. Kicsit nézzünk körül, mit szóltok hozzá. Itt még világos van, megmutatom nektek a környéket. Most így kicsit így levezetőnek zárásképpen. A parton. Szépen magukhoz tértek. Hát ugye az, hogy átültetés után van egy kis sok nekik, az normális. Kicsit elment a jel. Igen, mert oda sétáltam a sarokba, és most itt emögött az ablak mögött van az iroda, ahol dolgozni szoktam, és ott van egy lenti wifi, meg van egy fenti wifi, és most erre a lenti wifi-re csatlakoztam, és azáltal, hogy elsétáltam oda a túlsó sarokig, megszakadt hirtelen a jel. De látjátok, a medence is tiszta, miután ugye ezt a szűrést szépen beindítottam. Tehát ez a kedvenc szabadidőtöltésem. Közben valaki írja, elment a hang, visszajött, igen, tudom, ez én hibám, túl messzire mászkáltam. Borsózik a képét, ilyet még nem hallottam. Se kép, se hang nem volt. Jó, visszajött. Most már rendben lesz. Katalin Bilinkban, ez nagyon jó. Ismered Debrecent? Hát igen, ott születtem. Egy kicsit úgy ismerős. Debrecen.
Valaki azt írta, hogy gondolod, hogy leváltják a Viktort. A választás informatikai rendszert, a választás informatikai rendszerét Mészáros cége fogja ellenőrizni, miről beszélünk. Igen. A legutóbbi választáson is az volt, emlékeztek rá, hogy reggel 9-kor már elkezdtek részadatokat közölni, akkor még Vona Gábor volt a Jobbik elnöke, és nagyon pozitívan nyilatkozott, én emlékszem, hogy volt reggel is egy interjú vele, azt mondta, hogy a magas részvételi arány az ellenzéknek kedvez, és elég magas volt a részvételi arány, tehát magasabb, mint a korábbiak, és hogy nem, 9:30-kor lehalt a rendszer, amikor már úgy nézett ki, hogy egész magas részvételi arány lesz, ergo talán ellenzéki győzelem. 9:30-kor lehalt a rendszer, este 22:30-kor jött vissza, és akkor meg már hirtelen bejelentették, hogy hoppá, nyert a Fidesz. De nem is nyert, 2/3-dal újra. Tehát adjuk már. Ezt ki hiszi el? Meg egy választási rendszer nem állhat le, de ha mégis, akkor 5 percre, 10 percre, de nem reggel 9:30-ra este 10:30-ig. Ilyen nincs. És akkor ott megint a választási bizottság elnöke, most nem akarok csúnyát mondani, de megint valami öreg nő volt, aki valami nem tudom mi, nem tudom, honnan szedik ezeket a Müller Ceciliákat, meg a választási bizottságnak is nem tudom én, kie volt. Azt mondta, hogy hagyjanak már, hát én nem tettek róla, hát én ezt, én nyugdíjas vagyok, én ezt csak úgy csinálom. Tehát tényleg, egy 10 millió ember döntése azon múlik, hogy egy nyugdíjast valahonnan előrángattak, és akkor ő nem tudja, hogy miért állt le a rendszer. Úramisten. Magyarország. Most ugye azt kéne, hogy Magyarország így szeretünk, de nem. Változtatni akarunk. Vitális Kati, nagyon szeretem hallgatni, nézni. Anyuci pihen. Igen, fent van. Nem fog most kijönni, mert már hűvös van neki, és tévét néz. A műsort egyedi szoktam csinálni a pénteki műsorokat, úgyhogy ebben nem... Pál Filona volt, igen, Pál Filona, de már köszönöm, hogy mindig... Ugye nevekkel hadilában állok, azt nem tudom megjegyezni. Pál Filona volt undorító és gyomorforgató, amikor arra hivatkoznak, hogy de hát én ezt csak így csináltam. Mintha valami falusi nyugdíjas körnek lenne az elnöke, és szívességből összehoz egy falunapot, és aztán megkérdezik, de hát figyelj már, hát ezen rész olyan részeg volt, hogy beleesett a sátorba. Hát én nem tehetek róla, hát én csak szívességből csináltam. Értitek? Egy ország választási rendszerét bíztak rá egy ilyen emberre, ami 4 évente egyszer van. Ez körülbelül olyan, mint a Magyar Posta, amikor, tudjátok, így karácsony előtt szokta, hogy hát nem számítottunk rá, összeomlott a rendszer, mert nem számítottunk ekkor a forgalomra. Hát tényleg nem. Arra, hogy karácsonykor nagy forgalom lesz, nem nagyon lehet számítani, ha csak nem abból lehetne rá számítani, hogy karácsony mindig ugyanakkor van az évben. Értitek? Tehát így be lehet tervezni, hogy karácsonykor nagy forgalom lesz. Nem, a Magyar Posta is minden évben bejelenti, meg a Magyar Közútkezelő is minden márciusban bejelenti, hogy hát nem számítottunk rá, hogy ekkora hó lesz. Nem számítottunk rá. Magyarországon soha senki nem számít semmire. Arra se, hogy túlterheléses támadás éri a szervert. Csodálom, hogy akkor nem túlterheléses támadás érte. Akkor ugye azzal magyarázták, hogy az új választási rendszer, tehát, hogy volt egy új rendszer, és akkor az leállt, de gyorsan visszaálltak a tartalékrendszerre, ami a régi rendszer volt. Mi van? Tehát ilyen nincs. Tamás Véghelyi. Ha nyer a Fidesz, azért lesz forradalom, ha nem, akkor meg azért. Az biztos, hogy ennek jó vége nem lesz. Hát igen. Ebben egyetértek. Az a baj, hogy a magyar az mindig is olyan volt, hogy nagyon sokat tudott tűrni. Ez azért rossz, mert nem mindig kéne elmenni a végsőkig. Tehát az a baj, hogy amikor Magyarországon történik valami, akkor mindig, ugye az 56-os forradalom, a 48-as, menjünk vissza a Dózsa-féle parasztlázadásig, mindig, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokáig tart, amíg valami történik, mert a magyar az nagyon sokáig tűr, de aztán... Földindulás. És ez nem annyira jó. Jobb lenne, hogyha a problémák, mint egy gőz, így kiengedődnének, tehát nem gyűlnének fel. Kicsi változások mindig kellenének, és akkor ezek így tudnák javítani a társadalom szerkezetét is. Hát most mit mondjak a társadalom szerkezetéről? Magyarországon hiányzik az a klasszikus polgárság, amire azt mondanám, hogy itt nyugaton meg tudja állítani akár a súlyok,
az ellensúlyok és demokratikus ellensúlyok és fékek nélkül is meg tudna állítani egy kormányt. Itt egy erős polgárság ezt meg tudja tenni, Magyarországon ez nincs. De soha nem is volt, szerintem. Tehát amióta a jobbágyság megszűnt, azóta még ez egy feudális rendszer még mindig. Tehát csak már nem földes úrnak hívjuk, a kommunizmusban a TSZ elnöknek hívtuk, de nem így van. Mindig volt valaki, aki megmondta, és akkor igen, az volt, na, ki a TSZ elnök, akkor tudtuk, kivel kell jóban lenni. Most, ha valaki valamit akar, akkor megkérdezi, hogy na, elmegy egy idegen területre, mondjuk én ugye Kelet-Magyarországon nőttem fel, de mondjuk most a nyugatra megyek, mondjuk a Dunántúra, és érvényesülni akarok, mit én mondjuk Dombováron. Hát én semmit nem tudok Dombováron, akkor oda megyek, és megkérdezem, na, figyeljetek, itt ki a Fidesz embere? Kivel kell jóba lenni? Nem így működik? Itt nem. Otthon igen. Ja, ilyentől meg hagyjatok már békén, hogy Gyurcsányra szavazott. Tehát ez nem úgy néz ki, hogyha valaki nem makaror. Tehát ebből vele sem megyek. Tehát ha nem szeretem azt, amit Orbán csinál, akkor én már gyurcsányista vagyok. Mert az ilyenekre nem is akarok válaszolni. Tehát, ja, meg ezeket is nagyon szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy de jó, hogy lopnak, de hát Gyurcsány is lopott. Hát, figyeljetek, akinek csak annyi esze van, hogy aki csak addig terjed, hogy az is azért lop, mert 30 éve mindenki lop, de inkább 100 éve mindenki lop, az megérdemli. Az kapja, utána semmire ne legyen panasz, ha valaki ezt mondja. Az nem érv, hogy ők is loptak. Olyan nincs, hogy valaki nem lop. Olyan kormány nem lehet. Azt nem tudjuk elképzelni, hogy egyszer lesz olyan, hogy valaki nem lop. Tehát azt nekem nem mondjátok, hogy ezek se jobbak, meg azok se voltak jobbak. Pontosabban ezt lehet mondani. Nem számít. Senki se volt jobb. Legyen olyan, aki nem lop. Lejárt az egy óránk. Kicsit túl is teljesítettem megint 5 perccel. Most azért jöttem ide a végén, hogy megint csomó hülye politikai kérdésről beszéltünk. Én azt hittem, érdekesek. Herika Varga, te könnyen beszélsz külföldön, vagy biztos jól is keresel, ha ilyen szép házad van. Jó, hát erre sem akarok válaszolni, mert ezt már kitárgyaltuk. Tehát figyelj csak, igen, könnyen beszélek, csak nem lenne kötelező beszélnem. Tehát hagyhatnám a picsába ezt az egészet, ugranék itt a medencébe, sütetném hasamat, meg innám a koktélokat. De nem ezt csinálom, hanem itt vagyok minden pénteken, és azért beszélek, mert egy csomó ember meghallgatja, és lehet, hogy esetleg tanul ebből a dologból. Igen. Egy bizonyos szempontból könnyen beszélek, mert külföldön vagyok, így nem vagyok akkora veszélyben, hogy mondjuk azonnal kirúgjanak az állásomból, és pont ezért teszem meg, mert egy kicsivel könnyebben megtehetem, és ezért vagyok itt, és ezért próbálok jobbítani a dolgokon. De azt gondolod, hogy olyan könnyű külföldön, akkor pakolj össze, gyere el, és akkor meglátjuk, hogy neked sikerül-e. Ilona, és ha indulsz a választáson, lesz. Nem indulok a választáson. Zoltán Spindelbauer, fú, de nehéz neved van. Teljesen igazad van, de sajnos azért járunk itt, mert nem hagyta képkézláb választhatót. Igen, ezzel egyetértek. Nem tudnánk megegyezni abban, hogy ki lenne egy alkalmas jelölt Orbán helyére, mert nincs olyan karizmatikus személyiség az ellenzéki oldalon. Tehát Gyurcsányt ezt felejtsük el, tehát neki már réges-rég börtönbe kéne ülni azért, amit akkor csinált. Talán az is a szerencse, hogy nincs egy ilyen karizmatikus jelölt, mert akkor nem egy ember köré csoportosul az egész, hanem most lesz egy ilyen kis ellenzéki tálkormány, én ezt ennek hívom. Ez egy új tapasztalat lesz talán. És kérdezi valaki, hogy spanyolban nem lopnak, mi az, hogy? Mindenhol lopnak, az egész világon. Csak más kérdés, csak a mérték számít. Tehát itt is becsúszik a korrupció, csak amellett az ország épül. Látjátok? Tehát nem tudom, van infrastruktúra. Itt mindenkinek van medencéje, nem kell. Jó, ebben nem megyünk bele. Meglátjuk, hogy ez mit hoz. Ez a kis ellenzéki összefogás egy új perspektívát hozhat Magyarországra, ami már nagyon-nagyon régen nem volt. Emlékeztek, a rendszerváltáskor volt utoljára olyan, hogy egyszerre volt, mit tudom én, 6-7-8 párt is a parlamentben, úgyhogy nem egy túlsúly volt. Most már nagyon régóta nincs semmi. Milyen pártok vannak már, amire azt lehet mondani, hogy tényleg hol van olyan markáns személyiség, emlékeztek annak idején, mint Tordján. Bort, búzát, békességet. Én a független kis gazdapárt.
Az, de most persze lehet vitatkozni azzal, hogy politikusnak milyen volt, vagy milyen hülyeséget beszélt, de volt egy karaktere. Nincs most ilyen. Valaki ezt, Ilona I. és Dobler Klára, lehet nem jól írtam, nem, Dobrev, de rá, de az apró familiát hagyjuk. Jó van, ennyi volt a mai pénteki adás. Előkészítek egy műsort, ami olyasmi lesz, mint a, ez felvételről fog majd menni, olyasmi lesz, mint a Kína-Tajvan külpolitikai műsor, nem külpolitikai jellegű lesz, de egy kicsit ilyen ellenző műsor. Már egy ideje gondolkozom rajta, hogy ezt meg szeretném csinálni. Egy ilyen előadásos, információs műsor lesz, majd meglátom, hogy meg tudom-e csinálni most hétvégén. Ha igen, akkor felteszem. Vasárnap, ha nem, akkor majd jövő héten, de ez ilyen kis, ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy számítsatok arra, hogy lesz egy ilyen tudományos műsor. Direkt nem mondom el a témát, de hajózás. Hajózással kapcsolatos. Kellemes hétvégét mindenkinek. Remélem, hogy majd beszélünk. A kötetlen beszélgetésnek az lenne lényeg, hogy egy kicsit úgy talán felvidóljunk. Ezek a témák nem alkalmasak arra, hogy felvidóljunk, legközelebb beszéljünk más dolgokról. Máskor más kérdéseket tegyetek fel. Most már hagyjuk Orbánt meg a politikát. Tudom, hogy mindenkit ez érdekel otthon, hogy mi lesz, de hogy az még nagyon messze van a választás. Az egész nyarat ne töltsük azzal, hogy Orbánról beszélünk. Kellemes hétvégét. Sziasztok!